Fazekas Mihály, Lúdas Matyi, Hexameter. Előljáró beszéd az első kiadáshoz. Jámbor olvasó. E munkácskának ki legyen szerzője, ha kérded, nem tudom, a bizonyos, hogy az én kezeimbe csak így jött név nélkül. Nekem egy szomszédom hozta az erdő hátról, vagy honnan, hogy jó lesz rajta nevetni, majd borozás közben. Igaz is, mert rajta nem egy-két vídámest véket tölténk, még Marci Kanász is, aki nagyát se tanult soha sokszor, majd megütötte, a guta úgy röhögött. No, ilyet soha gazduram úgy mond, még a hetvenedik nagyapámnak lelkese hallott. Be furcsán perdül, pedig a sor vége nem úgy megy, mint a nótában szokták. Osztán meg akárki írta, uram, de gonosz csontnak kell lenni ugyancsak tudja, mi képszokták. Így ítélt Marci tudatlan fővel, mások még több szépet láttak ezen kis munkában, de kivált a többek közt nekem a sok font, magyaros szólás formája meg a nagy könnyűség, elmés lelemény természeti festés, melyek ezen kisded munkát kedveltetik egybe, úgy megtetszettek s egyszer, mint Döbrögi úrnak, példátlan példás megjobbulása is egybe, úgy szívemre hatott, hogy azonnal, mint Matyi én is, háromszor tettem fogadás, hogy közrebocsátom, a furfangos eszű lúdas Matyi tetteit, és már szükség, hogy szavamat teljesítsem, mint magyar ember. Ebből áll az egész dolog, amit mondani szükség volt, legalább annak véltem. Most útra bocsátom, a matyit országot hadd menjen látni, ne féljen, döbrögi úr, mert ő már többször nem veri ám meg. Írtam jobb otthon, egy kancsó jankai mellett. A kiadó. A szerző az olvasókhoz. Hajdan ütlekkel magyarázták a mi atyáink, hogy mi az alsórend törvénye kinél az igazság. Aki erősebb volt, ugyanaz kényére bitangolt. A lepocsékolt nép dühös indulatja kanóccal adta jelét olykor bosszújának, de oroszlány szíve kevésnek volt, hogy mint magyi visszapofozza, a migoromba csapást vett a zabalátlan erőtől. Elmúlt a vadidő, ki van ennek szabva határa, szint úgy, mint annak, szent a törvény és az igazság fennyen hordja fejét, mert van bizadalma hazánknak bölcs fejedelmeiben. Bátran elereztem azért én döbrögi mátyását, mint medvét, mely vadonából emberi kézre került, és már gazdája dudáján, úgy illeg billek hogy rajta akárki nevethet, senki fiának sem lévén oka tőle szepegni. Bécsbe ugyan hírem nélkül szöke pőregatyában, és bogjas fővel most én csimbókba kötözve fűrütyeit, és e kis kacagánkát vetve nyakába, a korhelyt fogadott apjának visszabocsátom.